A mai délután első részében, ha megengedik, akkor elsősorban nem száraz tárgyismertetéssel vagy tudományos okfejtéssel kezdeném, hanem egy kicsit személyes megközelítéssel. Arról szeretnék beszélni, hogy hogyan találkoztam azzal a kultúrával, műveltséggel, életformával, aminek munkásává szegődtem, vagy 25 évvel ezelőtt, és hogyan érintett meg, miért érintett meg engem, miért tudott úgy hatni rám, hogy ez az életemet befolyásolta, és mai napig nem hagyom őt nyugodni, mindig keresem a nyomait, és próbálom azokat a nyomokat egybegyűjteni. Én 1965-ben születtem Békés megyében, egy telepes faluban, olyan faluban, ami a 19. század elején települt Szeged-Csanád megyéből. Dohánykertészek az őseink, gányók. Olyan műveltséget vittek oda magukkal Békésbe, ami folyamatosságában őrizte katolikus hitünket, az egész népi gondolkodást, az egész ősi vallásosságot. Azért tudta ezt folyamatosságában tenni, mert két tája van csupán Magyarországnak, a magyar nyelvterületnek, ahol nem érintette a protestantizmus a régi hitet, ez pedig éppen Szeged környéke, Szeged vidéke, a másik pedig a csíki székelység és a vele szomszédos székely, úgynevezett Szentföldek területe. És ahogy én most kutatom ezeket az emlékeket, egyre jobban látom, hogy mennyire közös ennek a két területnek a vallásossága, hitvilága, világlátása. Talán az egyik oka annak, hogy ez nagyon együtt szól, nagyon közös, az ebben keresendő. Amikor gyerek voltam, létező szocializmus volt Magyarországon, mindnyájan úgy nézem, akik itt kevés kivétellel, akik itt vagyunk, átéltük ezt, és azt tanították, azt hittük, arra gondoltunk, hogy bizony ezek a néphagyományok már nincsenek, ezek a néphagyományok elvesztek, ha voltak is, meg ha voltak, akkor nem itt voltak, hanem ott, valahol másutt. Népviselet volt a palócoknál, népdalok vannak Erdélyben, és így tovább. Mindenre azt mondták, hogy valahol másutt van, és mindig mindenkinek azt mondták, hogy valahol másutt van. És amikor ott nagyanyámék portáján gyerekként játszottam, nem vettem észre azt, hogy az, amit nagyanyám csinál, ahogy csinálja, ahogy szentelt gyertyát gyújt nagy idő idején, ahogy megkeresztezi a kenyér alját megszegés előtt, az mind-mind része egy nagyon egységes, nagyon szerves, nagyon egész kultúrának, amit nekünk számunkra letagadnak. Letagadják, és ha valaki megnézi, kézbe veszi a 60-as, 70-es években kiadott néprajzi irodalmat, akkor ha például egy viseletet lát egy faluban, ahol ez a viselet a sajátjuk, és mondjuk a 60-as, 70-es években a kép készülésének idején már hétköznap nem ebbe mentek kaszálni, akkor oda tűzik mögé azt, hogy rekonstrukció. Nehogy azt higgye valaki, hogy itt egy folyamatos, folytonos kultúráról, egy eleven közösségi életről van szó. Ezt a közös gondolkodásunkat, ezt a ma délutáni előadást megszakítanám, néhány énekkel szakítanám meg, ne ijedjenek meg, és maradjanak a helyükön, nem én akarok énekelni, hanem olyan énekeket szeretnék bejátszani, amelyek meghatározták azt az utat, amit bejártam, amik megdöbbentettek, amik fölvillanyoztak, amik nem hagynak máig nyugodni, mert hihetetlen az, hogy én a magam rövid életében ezekkel találkozom. Hihetetlen az, hogy Békés megyeiként összeakadok ezekkel az énekekkel, összeakadok azokkal az emberekkel, akik ezeket az énekeket nem iskolában tanulták, nem kottából olvasták el, nem másodlagos úton jutottak hozzá, hanem elevenen bennük van, bennük hat és él. Kérem, hallgassák meg a legelső ilyen éneket, és ha van türelmük hozzá, akkor ehhez néhány szót fogok fűzni. A kicsi madár, hogy tudsz élni,
Mikor nem tudsz beszélgetni, s már én tudok beszélgetni, mégis alig bírok élni. S már én tudok beszélgetni, mégis alig bírok élni. De én Istenem teremtetté, egyik napot nem rendelté. Én Istenem, hogy másnak jó, már az enyém mind bánat volt. De már az enyém mind bánat volt, egyik napom sohasem volt. S már az enyém mind bánat volt, egyik napom sohasem volt. De elmegyek a földbe lakni, hogy ne taszigáljon senki. S olyan házat csináltatok, ablakot rá nem vágottok. Sem ablakot, sem egy ajtót, földbe leszen a lakások. Sem ablakot, sem egy ajtót, földbe leszen a lakások. De gyere nálunk, kéles rózsá, gyere nálunk, kéles rózsá. Beteg vagyok, látogass meg, fáj a szívem, vigasztalj meg. Beteg vagyok, látogass meg, fáj a szívem, vigasztalj meg. Nem jössz én nézésemre, eljössz majd temetésemre. S vesz egy fehér piros rózsát, már én megérdem nem rózsát. S vesz egy piros-fehér rózsát, már én megérdem nem rózsát. Ambrus Fülöp hosszú énekelt. Ambrus Fülöp Salomás patakában élte le az életét. A sors azt adta neki, hogy az egyik lába legalább 10 centivel rövidebb volt, mint a másik, de ő maga azt mondta, azt vallotta, hogy hát a Jóisten kompenzálja az ilyen hibákat, testi hibákat. Egyszer Huncutú rám kacsintott, és azt mondta, hogy látod, fiam, pont annyival lett hosszabb a másik lábam, mint amivel az egyik rövidebb. Úgyhogy ebből is látszik, hogy nem ez volt az élete fő bánata. Az élete fő bánata az volt, hogy ő Romániában élt, Gyimesben. De mondom, Hidegség patakának az egyik mellékpataka, a Salomás pataka, ahol Fülöp bácsi élt. Az egyik utolsó olyan gyimesi ember volt, körülbelül 6-7 évvel ezelőtt halt meg, aki egész életében nem viselt más gúnyát, csak csángóson öltözött. Mondom, rajta kívül nem is tudok mást abban az időben, tehát a ezredforduló évei, 90-es évek második felében, aki még így járt volna. Hihetetlen tudása volt, hegedülni tudott, énekelni tudott, és táncolni is tudott volna, ha nem lett volna ilyen sánta, de hát még így is próbálkozott vele. Amikor ment az úton, akkor fújta a keservesét, és ő tanított meg arra, hogy a keserves az mindig személyre szóló. Ez az ő saját keservese volt, sorolta, hogy tudta mondani, hogy ennek meg annak a komájának, barátjának milyen keservese van. Ezt azért mondom el, mert rajta keresztül általa egy olyan világba tekinthettem be, 3-4 tudtam mindössze meglátogatni 6-7 éven keresztül, amilyen világról nem is tudtunk, nem is hallottunk, nem is lehetett hallani. Egyrészt azért, mert ez a világ, ez gyökeréig magyar világ volt, ez egy eltüntetett világ volt, mert iskolában, középiskolában, főiskolán semmit nem hallottunk erről a világról. Én debreceni diák voltam tanítóképzős koromban, és Debrecenben a tanítóképzőt el lehetett úgy végezni a 80-as években, hogy nem hallottunk például Karácsony Sándorról, a legnagyobb magyar pedagógusról, arról, aki a népi műveltség szemléletére, a népi műveltséggel való kapcsolatunkra olyan módon fordította a figyelmünket, hogy az a kapcsolat egészséges, ne idegen szellemű, ne művi, hanem az ember természetes
magyarságából, emberségéből fakadó legyen. Karácsony Sándor pedig debreceni professzor volt, egész életműve a magyarság ügyét szolgálta, és Debrecenben tömegesen képezték azokat a tanítókat, akik nemhogy Karácsony Sándor szellemében tanították volna a magyar gyerekeket, hanem életükben soha nem is hallottak Karácsony Sándorról, a nagy debreceni magyar pedagógusról. Arról a Karácsony Sándorról, aki útra indította Lükő Gábort. Itt van Budai Ilonka, nem bírom ki, hogy nem meséljek el egy történetet. Szerveztünk ott a tanítóképzőbe 86-tól kezdve egy sorozatot, amelyben végig jártuk a határon túli magyar közösségeket, és egy ilyen alkalommal nem akarták ideadni a művelődést, ezt Ilonka nem hallotta még ezt a történetet, nem akarták ideadni a kollégium előadó termét. És akkor sokszor hallottam a portán, hogy mindenki Seres elvtársra hivatkozik. Fogalmam nem volt, hogy ki lehet az a Seres elvtárs, oda mentem a portára, és mondom a portásnének, hogy Seres elvtárs mondta, hogy adja ide nekem a kulcsot. Azonnal ideadta. Olyan 50-60-an voltak, Ilonka Péterrel jöttetek Debrecenbe, és ha jól emlékszem, hoztál egy csángó terítőt, leterítetted az asztalt, és énekeltél, miközben bejött az iskola pártitkára, tele volt a terem, Ilonka valami Mária énekeket énekelt, vagy nem tudom miket, beült a pártitkár, 5 percet ott volt, és kioson, sötétbe történt mindez, nem is vette észre senki, vagy kevesen. Másnap behívatott, hogy milyen sikere volt a rendezvénynek. Átmondom, fantasztikus volt, tele volt a terem, egyetemről sokan jöttek, a kollégiumból is lejöttek sokan. És miről szólt? Hát mondom, honismereti téma, a honismereti szövetség elnöke volt az előadó. Hát de közelebbről. Na hát az volt a dolog lényeg, hogy ez volt az utolsó előadások egyike. Utána Barna Gábor következett volna az ungvidéki Vihorlát hegység környékén aljában élő magyarság bemutatásával. Az az előadás még megvolt, de arra már anyagi fedezetet a KISZ pénzéből nem biztosítottak. De hát mindez akkor nem vette a kedvünket. Elindultunk Moldvába Péter bácsihoz, Domokos Pál Péterhez, aki mondta, hogy kihez menjünk. Mindezt azért mondom, hogy a hangulatát, az időszaknak a lelkületét fölidézzem egy kicsit magamnak is, és önöknek is, és ide egy nagyon pici apróságot, aminek talán majd a végén lesz jelentősége. Péter bácsinál voltam, Domokos Pál Péternél, és tudta Péter bácsi, hogy megyek Somlyóra, akkor már rendszeresen jártam, és mondja Péter bácsi, hogy 90 éves kora körül volt ez, hogy fiam, azt mondja, van ott egy asszony, János Ferencné Ranc Brigitta, menj el hozzá, és mondd meg neki, hogy megözvegyültem. Elmentem Biri nénihez, egyidősek voltak, együtt jártak iskolába, elmentem Biri nénihez, és máig előttem van. Biri néni egy olyan házba lakott, ha Somlyón járnak, nézzék meg, megvan még, 1847-ben épült, a nagyapja építette, az apja, nagyapja is somlyói bíró volt, tehát mai szóval polgármester, és Biri néni ült ebbe a 150 éves házba, és így nagyot nevetett, nem volt neki foga, így nagyot nevetett, és így legyintette egyet, hogy rossz Péter, és így kacagott egyet, és aztán elmesélte egy jó néhány történetet, ami gyerekkorukból, közös gyerekkorukból fölidézett. Ezt azért mondtam el, majd utalni fogok talán, ha sikerül valami logikát teremtenem ebben a mai délutáni előadásban, hogy milyen humora van a hagyományban élő magyar embernek, ami a mai világunkból teljesen eltűnik. Eltűnik, és ennek a hiánya olyan lelki törést, lelki roncsolódást okoz, ami sokkal veszélyesebb, mint Trianon, ami sokkal veszélyesebb, mint a fizikai hiányok, mert ez a magyar népünk összeomlásához vezet. Hát, hogyha nem találunk vissza az útra, akkor igen.
Hogy biztos-e? Most voltam ezen a héten a legelzártabb magyar faluban, keleti Kárpátok között, biztosan hallottak róla Kósteleken. 1975-ben Kósteleknek 1200 lakója volt, jelenleg 400. Hova lettek? Meghaltak, elköltöztek. Ebben az esztendőben Csonka Magyarország lakossága 17 000 fővel csökkent, ebben az évben, elmúlt 6 hónapban. Tehát ha akarjuk, ha nem, ha buzgók vagyunk, ha nem, ha tetszik, ha nem, ezek tények. Az a Dacó Árpád féle Kóstelek, igen. Kiment öt, eltérek az előadásomtól, kiment öt zarándok busz Moldvából, jó részt magyarul nem tudó katolikus csángókkal, északi csángókkal. Öt busznyi ember, tehát 5x40 fő, és ebből visszajöttek 6-an Olaszországból, és az 5 sofőrből csak 2. Tehát gondolják ezt végig. Moldvában ugye megmarad egy-egy faluban megmaradt a magyar nyelv. Az este baráti körben már elmondtam ezt. A moldvai csángók évszázadokon keresztül idegen környezetben őrizték a magyar nyelvüket, írásbeliség kérdőjel hiányában. A kérdőjelet majd mindjárt megmagyarázom, de ilyeneket majd juttassanak eszembe, mert elfelejtem. És most veszik el sok faluban ez a magyar nyelv, ami megmaradt, és azok a szászok, most itt volt egy idézőjel, vagy zárójel, azok a szászok, akik kinnélnek Németországban, mert pénzért eladta őket a román állam, azok a szászok, akik a szebeni szász nemzetgyűlésen Erdély Romániához csatolására szavaztak, utána elhagyták a hazájukat, azok a szászok második, harmadik generációs fiaikat, unokáikat megtanítják román nyelven beszélni Németországban. És ezek a szász fiatalok jól tudnak románul. Azok a, ezeknek egzisztenciájuk van Németországban, jó anyagi körülmények között élnek, most általánosan beszélek, nyilván ott is vannak köztük gazdagabbak és szegényebbek, de hát Németországban élnek német állampolgárként. Német társadalombiztosítással. Gyerekeiket, unokáikat megtanítják románul, hazajárnak, visszavették a földjeik egy részét, amit vissza lehetett kapni a kárpótlásba, közbirtokosságokat most alakítják meg, és eleven kapcsolatot tartanak Erdéllyel. Azok a moldvai csángók, akik 3-4-5 éve élnek Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, azok a moldvai csángók, akik illegálisan tartózkodnak ott, azzal a veszéllyel, hogy bármelyik percben, ha egy németországihoz hasonló intézkedés sorozat éri őket, egy az egybe kitoloncolják őket az adott országból, azok a csángók se románul, se magyarul nem tanítják meg az ott született gyermekeiket. Tavaly ültem Klézse patakában egy nagy kövön, és unokatestvérek a fülem hallatára játszottak, 5 gyerek közül 1 tudott magyarul, 2 tudott románul, 1 portugálul, 1 olaszul. Aki portugálul tudott és olaszul, azok egy se tudott semmilyen más nyelven. Tehát itt arról van szó, hogy nincs helyük, nincs hazájuk. Se ott, se itt, sehol. Nincs egzisztenciájuk. Mi lesz velük, mi lesz a gyerekeikkel, ha semmilyen más nyelven nem tudnak, csak portugálul, és holnap nem lakhatnak Portugáliába. Ezen nem gondolkodnak, ez a válasz arra, hogy ők nem akarnak már se magyarok, se románok lenni. Egyszerűen elegük van ebből. Elegük van egész Közép-Európából. Elegük van abból, amit egy vihardiószegen szolgáló katolikus pap barátom mondott, aki moldvai csángó fiúként indult, mint hazátlan, mint bozgor Moldvában, mert így nevezik őket. Kikerült Erdélybe, magyar közegbe, ezek mocskos csángónak titulálták Székelyföldön. Tudni kell azt, lehetnek ábrándjaink, a Székelyföld, most elfogott a hív, de majd visszafogom magam, a Székelyföldön, a székelyföldi fogadtatásnál sehol nincs a világon rosszabb fogadtatása a moldvai csángó magyaroknak. Tehát ha valaki gyűlöli a moldvai csángókat, akkor az a velük szomszédos, velük rokon székelység.
mert románoknak tartják őket, nem is tartják románoknak, azt mondják, jön velem szembe egy ember az utcán, mikor közel jön, látom, hogy nem ember, hanem csángó. A csángó citrommal kell temetni, nagy megsavagyonjod a föld. Soroljam? Tudnám sorolni reggelig. Belénk ültették a szétesettség állapotát. Valamikor a 80-as évek közepén a mezőség egyik magyar falujában üldögéltem, és éppen halat ettem, senki más nem ette a halat, mert akkor puliszka liszt mellé kötelező volt halat venni. Ilyen kedves kis árukapcsolás volt. Valaki vette egy zsák puliszka lisztet, adtak hozzá 40 kiló halat. Azt etették a disznókkal, ez nagyon finom makréla volt, és hát a mezőségen csak azt a halat eszik, amit a tóvidéken kifognak a tavakból. És akkor én megsütöttem magamnak puliszka liszttel ezt a halat, és talán az család rákapott, de ott hallottam, átjött a szomszéd asszony halsütés közben, és elmondta, hogy valahol járt, nem tudta, hogy hol, ez a legelső. Nem tudta, hogy merre mentek, azt mondta, hogy ott volt egy város, ahol mindenütt mindenki magyarul beszél, és nem jártam magyarba, mondja. Azt higgyék, székelyföldi példát mondok, ez mezőségi példa volt, székelyföldi példát Gyergyó Remetén, ami a Székelyföld északi peremfaluja, a szomszéd falvak már vegyesek Gyergyóban, tehát Salamás, meg Gyergyó Hővíz, már vegyes lakosságú falvak, úgy tartják, hogy ők még magyarok, itt mindenki magyar, és oda túl, arra felé már nincs senki magyar. Nem tudják számon tartani, nem tartják számon azt, hogy hol élnek magyarok. De mondok még izgalmasabb példát, nem 20. század végi példát, régebbit, 20. század elejé példát. Készült egy fölmérés arról, hogy a korondi fazekasok, tehát most ne korondra gondoljunk, ahol cifra mázas kerámiát csinálnak, korond normális körülmények között régen csak jó minőségű használati kerámiát gyártott, és ezzel ellátta az Észak-Erdély keleti részét és Moldva egy részét. Tehát használati kerámiával szekereztek a korondiak, és a mezőségen hatalmas kört rajzoltak le. És Kós Károly, az ifjabb Kós Károly, a néprajzos, fölmérte azt, hogy hol állnak meg, hol pihennek, hol szállnak meg, kinek adják el a termékeiket, és ha hiszik, hanem a legdöbbenetesebb eredménye Kós Károly fölmérésének az, hogy a korondi székely fazekasok azok nem tudták, hogy azokon a településeken, ahol elhaladnak, hol élnek magyarok. Tehát nem volt ez szempont számukra. Számukra ez nem volt befolyásoló tényező. Tehát utaztak, és nem mentek, és nem tudták. Úgy tartották, hogy ők kijönnek a falujukból, és bemennek a román tengerbe. Vajon hol indították bennünk el ezt a folyamatot, hogy ne tudjunk egymásról? Ne tartsuk számon egymást. Gondolják csak végig, hogy mondjuk egy diaszpórában élő zsidóság hogy tart egy emberként számon mindenkit. Most beszélgettem egy evangélikus pap barátommal erről, akivel együtt voltunk Kósteleken, és végig elmondja azt, hogy az evangélikus egyház, mivel a legtöbb tagja, számszerűen a legtöbb tagja szorványban él, kicsi egyházról van szó, kevés híve van, és sokan elkeveredtek katolikusok, reformátusok közé, ezért személy szerint számon tartja az evangélikusokat, és külön egyházi program van nagyon régen, több mint 100 éve, hogy megtartani ezeket az evangélikusokat evangélikusnak. Van-e nekünk ilyenfajta nemzeti programunk? Mikortól nincs, ha nincs? Mi az oka annak, hogy mi nem kedvezünk, nem kanyarodott arra az a erdélyi fazekas, ahol volt egy nagyobb magyar csoport. A mezőség tele van magyarokkal. Persze, hát természetes volt, Magyarországon jártak ők, tehát ez még lehet, hogy a fölmérés tárgya még a Trianon előtti időben nyúlik vissza. A lényege ennek a fölmérésnek el lehet olvasni, Kós Károlynak van egy népművészetről szóló tanulmánykötete, és ebben el lehet olvasni. A lényege az, hogy külön szempontként nem volt számukra érdekes, nem volt számukra fontos, hogy azon a területen hol élnek magyarok. Nem néztek be hozzájuk, nem tudtak románul, megszálltak, ahol állandósultak ezek a szálláshelyek. Ma változtattunk ezen. Ma szempont-e számunkra ez?
Ma fontos-e az, hogy ebben a faluban még 5 magyar gyermek van, abban a faluban még 10 magyar gyermek van, járhatnak-e azok magyar iskolába? Fontos-e számunkra az, hogy ezek a viszonyulások nem mindig ellenségességből indulnak? Kétféle nézetet látok Magyarországon, sokat utazok Erdélybe barátaimmal. Az egyik nézet az, hogy túlmegyünk a határon, megszentelt föld. Ahogy Gál Péter sorolta ezeket a kisarkítható, de jól szemléltethető álláspontokat. Ezt úgy nevezi a tudomány, a pszichológia egyik ága, hogy polarizáció. Sarkítódnak az álláspontok, és akkor aztán ütköztethetők lesznek. Az egyik nézet az, hogy ahol átlépünk a határon, itt minden magyar volt. Hú, hogy elrománosították ezt a Hunyad megyét. Hú, hogy elrománosították ezt a Máramaros megyét. Nem tudják azt, hogy Hunyad megyében 8-900 ezer év óta együtt élt a magyarság és a románság. Nagy számú románság élt együtt. Máramaros megyében, az Avasságban, Fogarasföldön óriási román tömegek éltek együtt velünk békességben a Szent Korona országában. A másik nézet, ezt pedig mindenki ismeri, hagyjuk békén, azok mind románok. Nem tesz különbséget a máramarosi és a csíkszéki között. Nem tesz különbséget a Hunyad megyei és a kalotaszegi között. Román, román. Minek maradt ott? Várándítás. Tehát, ha ez elkezd ketté szakadni, és lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy ott minden magyar vissza az utolsó porszemig, a másik pedig az nem foglalkozik vele, kialakult egy polgárháborús helyzet. Észrevesszük ezt? Nem ennek a levét isszuk december 5-én? És azóta? Nem ennek a következménye az, ami elindult Erdélyben, amikor az István a királyt játszották, egy esztendővel ezelőtt Csíksomjón, könnyes szemmel énekelte több százezer ember a himnuszt. Most a múlt héten, a Megfeszített című rockopera után néma, zavaró csönd volt a himnusz alatt. Aztán énekelték a székely himnuszt. Valamikor a 80-as években, emlékszem rá, székely fiatalok életük kockáztatásával vittek föl egy-egy magyar zászlót a Nagysomjóhegy tetejére, ami ott lengett pünköstkor. Letartóztatták és megverték, ha elfogták őket. Ebben az évben nem volt magyar zászló a Nagysomjóhegy csúcsán, alakítottak egy székely zászlót, nap, hold, kék alapon, piros csíkkal. Kell ez nekünk? Szükségünk van rá? Nem ezt akarják valakik elérni? Amikor a népszámláláson megkérdezik, hogy te székely vagy magyar? Palóc vagy magyar? Föl lehet ezeket a kérdéseket vagylagosan tenni? Visszatérek az eredeti probléma fölvetésemhez, és most előrehozok egy történetet, amit az előadás végén szerettem volna elmondani. Ez a pap barátom, 45 éves fiú, és most nincs felesége. Berta néni, 80 éves csángó parasztasszony, egész életét pásztorsággal töltötte Jávárdi patakán. Szegény most 35 kiló, eltört a szomnyakcsontja, halál sápadt és teljesen süket. Fekszik a kis ágyába, még azért mondott történeteket, odahívja ezt a barátomat, akit régen ismer, nagyon jóban van vele, és mondja neki, hogy Péterke, van itt egy nagyon ügyes asszony, özvegyasszony, jól főz, szépen tud táncolni, és dicséri, hogy milyen tiszta. És Péter kérdi tőle, és Berta néni, hány éves ez az asszony? 83, és hihetetlen nagyot kacag, és a kis kezével csapkodta a paplant. Gondoljanak bele, hogy ez az asszony, ez a haldoklásában viccet mesél. Ma, amikor az országunk feles kizofrén,
Nem ez az egészséges lelkület kellene, hogy mértékadó legyen számunkra? Nem ez kellene, hogy legyen az életünk alapja? Fülöp bácsi azt énekelte, hogy nem lehet ezen a világon élni. Kicsi madár, hogy tudsz élni, mikor nem is tudsz beszélni? Lám én mennyiket beszélek, mégiscsak, hogy épp hogy élek. Hát ez a fajta régi világlátás, és most nem kell nekünk itt borzasztó nagy történelmi, vallási, filozófiai kérdésekbe bonyolódnunk, mert ez a műveltség, ez nem úgy maradt meg, hogy 1000 éven keresztül vitatták, hogy most gnosztikusok vagyunk, vagy nem vagyunk gnosztikusok, dualisták vagyunk, vagy nem vagyunk dualisták, sumírok vagyunk, vagy nem vagyunk sumírok, minek született Jézus. Nem ezt vitatták. Egyszerűen ezt a műveltséget élték, hordozták, benne voltak, és tudták. Pontosan tudták, saját, biztos identitásuk volt ezeknek az embereknek. És ezt az egyet nem hagyták elvenni. Ez az egy az, amihez ragaszkodtak, és a többi részletkérdés a számukra nem volt mérvadó. Így lehet az, hogy mai eszünkkel mérve szkíta hun győzelem volt, amikor Hadik András megsarcolta Berlint. Hát Mária Terézia érdekében történt. Hát kit érdekel ez? A magyarok képesek voltak arra, hogy megsarcolták Berlint. Nem a kuruc virtus tette ezt? Nem az a fajta harcmodor, amit a mi őseink fönntartottak? A leglehetetlenebb körülmények között is, a legelviselhetetlenebb helyen is, ha egy öntudatos, hitében, erkölcsében, magyarságtudatában, vallásában biztos közösség él, akkor az nincs olyan körülmény, amire lehetne hivatkozni, hogy ez nem működik. Hadik András megsarcolta Berlint. Mi lett az eredménye? 5 magyar falu Bukovinába. Hadik falva, András falva, József falva, fogadj Isten és Isten segíts. Ki tudta harcolni Hadik András, hogy legyen olyan pozíciója, hogy a Moldvában bujdosó, idegen kenyéren tengődő magyarokat letelepítse. És van 20 000-nyi bukovinai széke identitású ember, amely közösség a legtöbb népdalt adta, mondhatjuk azt, hogy a legtöbb egyfőre eső népdalt adta a magyarságnak és a világnak. Bebizonyították azt, hogy az a fajta népművészet, ami nálunk, bennünk megmaradt, az nem egy formálisan hordozott népművészet, hanem vérbe, csontba, idegszálakba, tudatba kódolt népművészet, mert amikor Madéfalváról elmenekültek a szétlőtt székelyek maradékai, akkor nem vittek magukkal semmit, és most nézzük meg a bukovinai varottasokat. Akkor nem vittek magukkal semmit, és nézzük meg azt a tárgyi kultúrát, azokat a bundákat, azokat a hímzéseket, azokat a szőtteseket, ott építették ki. De ezek a szőttesek, ezek a bundák, ezek a minták nem 200 évesek, hanem hihetetlen régiek, mert az a közösségi szellem, a magyar lélek, az éppen akkor is ott teremtette meg. Ahhoz, hogy ez működni, hatni tudjon, ez élni kellett, hogy bennük, általuk kellett élnie ennek a magyar szellemnek. Hadd fejezzem be ezt a részt, és utána meghallgatunk egy éneket, egy költő versével. Ezt a verset pedig Baka István, maga is bukovinai székely származású költő írta. Csak egy részletét mondom el, az a címe, hogy Székelyek. Évszázadok kalászaiból kipergő népek sorsa sorsunk. Ringunk a szélbölcső dalában, holnap ki tudja már, kik voltunk. Asszonyaink párnára ingre mentik a szűkülő hazát, vásznaikon az elkaszált rét nekünk pompázik tovább. És akkor most kérem az éneket. Mihol arraszkedik egy karak dombeckó, s azon ne válkedik egy magas salmakó.
édes az alma jó, csokron semmi rag jó. Édes az alma jó, csokron semmi rag jó. És az alatt ül való, Marton szép Ilona. Köt is koti való, maga koszorúja. Fejlili vombul, korsai rózsabul. Hol a bal nem éri, gyönsen bál nyomtassa. Mihol arázkedik, egy öröngyös manka. És az anne válkedik, egy bodor baranyka. És a bodor baranynak, egy a boldalán való. Egy a boldalán való, adott napnak fénye. Egy boldalán való, adott hodnak fénye. És a homlokán való, cipra fényes csilla. És a homlokán való, cipra fényes csilla. S a fejébe való, kilánc misza gyortja. Mi arasba livó, te szép odorbara. Mi arasba livó, te szép odorbara. Ez szizák seregi bűn, küldött ingem Isten. Ez szizák seregi bűn, csak egy hiányozik. A hotá oda jönni, veled bíjesztálni. Hotá oda jönni, veled bíjesztálni. Várj meg, barany, várj meg, vigyek bocsánatot. Apám túl, sanyám túl, Elian barátim túl, legint szeretőm túl. Anyám, édesanyám, édes kedvesanyám, ki kilenc hónapig miért behordoztad, ki kilenc hónap után a világra hoztad. Hogy apám, édesapám, Isten fizessemet, Isten fizesse meg felnevelésemet. Mártin elkalmenja szizek seregébe. Csak egy hiányozik, csak egy hiányozik. S ha én oda menek, velem bíjesztálik. Ha én oda menek, velem bíjesztálik. Mártin oda menek, Isten parancsolta. Mártin oda menek, Isten parancsolta. Luca néni a Ceausescu korban, a kommunizmus éveiben a moldvai csángóság élő, eleven lelkiismerete volt. Minden pozíciójában a csángóság ügyét szolgálta. Azért is hívtam őt ide, hogy el tudjam mondani a történetét, hogy mennyire igaz az, amit az előbb Berlinről, meg Hadik Andrásról mondtam. Mit ad Isten, a 70-es évek elején Klézsében Luca néni lett a pártitkár. A román kommunista párt helyi titkárát valakinek kellett lenni, és mivel ő volt egy olyan ügyes asszony, aki jól tud járni, akkor őt megtették pártitkárnak, és egészen addig ő volt a pártitkár, amíg nem látogatta meg őket Bákóból egy párt vezetői csoport, mert hát éppen Békésen a pártirodában végezték a rózsafűzért. És ekkor fölmentették Luca nénit a pártitkári teendői alól, de egyéb iránt még egyéb ráolvasásokra, füstölésekre és egyéb jazzkentálásokra is alkalmas volt a pártiroda. Oda hordták a kificamodott lábú állatokat, Luca néni helyre tette, a megigízett gyermekeket azokra ráolvasott, a megijedt gyermekeket azoknak ónt öntött, és így tovább. Tehát látjuk, hogy az intézményrendszer akár kedélyessé és otthonossá is válhat, hogyha megfelelő személy kerül megfelelő pozícióba. Amikor ezt Luca néni elénekelte, én régről ismertem őt, nem tudtam bemenni hozzá, Erdélyből ismertem, Kolozsvárról, Kallós Zoltán lakásáról, másunnan, Seres András barátom hozta őt ki több ízben Erdélybe.
üldözték, nem szállhatott föl a vonatra ott, ahol lakott, mert elfogták, hova megy. Gyalog elment 20 kilométert, ott ült föl a vonatra, így járogatott ki Erdélybe. És ez közvetlen a fordulat után volt. Abban az évben kezdődött, biztosan tudják, Jászberényben egy ideig volt Csángó Fesztivál. Luca néni oda készült, nem érezte túl jól magát, nem volt öreg, 20-ba született, tehát 90-be volt, hány éves, 70? 70 éves. És mikor kiértünk a kapujába, egy nagyon rossz kicsi burdécskája volt, így megfogta a kis ujjamat, ezt talán. És azt mondta nekem, hogy Emrecske, immáin elmegyek egyszer Magyarországra, nem jövök vissza többet. Mert nem akarok én oláfődbe nyugodni. Szerepelt a fesztiválon, utána egy napra, ahogy ő mondaná, leesett lábról, és a kórházba bekerült, rá két hétre meghalt. Jászberényben van a sírja, ha arra járnak, nézzék meg. Az egri érsek temette. És mondom, 3 héttel az indulás előtt, amikor már megvolt a passaportja, akkor az egyetlen többszöri találkozásunk kellene, az egyetlen látogatásom, személyes látogatásomkor ezt mondta, megmondta előre, hogy meg fog halni, és a magyar földbe fog nyugodni. Hát ilyen kivételes képességű asszony, nagyon kevés van, mint ő volt. De ez egy nagyon fontos sajátosságára, a népi kultúránk nagyon fontos sajátosságára irányítja rá a figyelmet. 86-ban egy kísérletet tettünk a debreceni tanítóképző udvarán, nagy nehezen összeszedtem 10 leányt, tanítójelölt lányt, akik nem tudtak angolul. Makoldi Sándor tanár úr szárnyai alatt tanultuk a néprajzot ott, és ugye állandóan azzal vádolták ezt a vonalat, a Pap Gábor, Molnár V. József, Jankovics Marcell által meghatározott vonalat, hogy hát ezek kitalálciók, ezek helyi ötletszerű alakulatok, meg hát Lükőt is ezzel vádolták, és egy kísérletet végeztünk a következő eredménnyel. Egy angolul tudó leány az első lány fülébe súgott egy rövid angol mondatot, akinek tovább kellett adni mindig a következőnek, és magnetofonra vettük az indulást, és hogy mi jött ki a végén. És ha hiszik, ha nem, semmi nem jött ki belőle. Értelmetlené torzult a mondat. Tehát 10 lány továbbadta egymásnak, egyik se tudott angolul, és mire a végére ért, értelmetlen mondat lett belőle. Miért? Mi ennek a kísérletnek a tanulsága? Az, hogy ha a népművészetet nem értenék, nem lenne közük hozzá azoknak, akik éltetik, akkor nagyon hamar értelmetlenné torzulna. De a népművészet évszázadokon keresztül nem torzul értelmetlenné. És mi ennek az oka? Annak saját tapasztalataimat tudom csak mondani, és nem tudok nagy elméletet gyártani, de ennek úgy látom, úgy vélem, hogy az az oka, hogy azok az emberek, akár generációk, akik ennek a tartalmát, belső rendszerét nem értik pontosan, azok így mondom, mert így tanultam alapon, továbbadják. Így mondta anyám, így mondom én is. Így láttam nagyanyámnál, nanómnál, bunikámnál, és így tovább, így adom tovább a nepotomnak, unokámnak, és így tovább. Tehát van egyfajta kötöttség benne. A másik vonal, időről időre születnek olyan hatalmas alakok, hatalmas személyiségek, mint Luca néni volt, akiről mindjárt mondok még egy érdekes dolgot, akik ezt a műveltséget időről és időre megújítják, fölelevenítik, fölélesztik, és megújítva, új életerőt fecskendezve vele adják tovább. Hodorog Luca nénitől, hát nagyon sokan gyűjtöttek, elsősorban Kallós Zoltán, elsősorban Pozsony Ferenc, elsősorban Seres András. És azon kívül még legalább 10 nevet tudnék mondani. Van egy éneke, egy szentes éneke, amit összeszámoltam, 8-an vettek föl tőle. És mindegyikben van olyan versszak, ami egyik másikba sincs benne. És összeraktuk, hogy
valami 25 versszaka van, és hogy miért nem énekelte bele? Mert variálja, mert játszik vele, mert szabad, mert egyáltalán nem ragaszkodik görcsösen hozzá. A mi köreinkben, a Molnár V. József körébe tartozó óvónővel vitatkoztam össze majdnem hajtépésig, aki azt mondja, hogy a meséhez nem szabad hozzányúlni. Te egy szót se tegyél bele. Hát kétszer nem mesélték ugyanazt el. Nincs az a mesemondó, aki egy mesét kétszer ugyanúgy mesélne el. Ha a belső szerkezetét, a belső rendjét ismeri a mesének, akkor hangulatától, az időponttól, a hallgatóságtól, a kedvétől, az elfogyasztott pálinka mennyiségétől, és még nagyon sok szemponttól függő módon alakítja azt a mesét, élővé teszi, és hogyha nem tetszik neki, ha nincs annyi ideje, akkor rövidebbre mondja, de úgyis győz a Királyfi, tehát alakul. A mese élő dolog, eleven dolog. Abban a pillanatban, amikor ezt leírjuk, ez a fajta elevensége elvész. Viszont megmarad, tehát mind a kettőnek van előnye. Mennyi mese veszett volna el, ha nem írják le? Tehát nem lehet ilyenfajta szabályokat megfigyelni. Nem lehet. Ne térjen. Az ne térjen el tőle, aki nem tud eltérni tőle. Szóval gondolják el, amikor teljesen marhaságokat énekelnek Zsoltár dallamra. Vagy nem illő dolgokat, óvónőknél látom katasztrófa sokszor. Csak egy példát mondjak, és hogy távolít meg ne sértsek valakit, frisset. Az egyik kislány barátunk gyermeke Széken, Széki kislány, jön, most mikor hazafele jöttünk, megálltunk náluk ebédre, mutatja, hogy ballagott az óvodából, és milyen szép ballagó tarisznyát csináltak neki. Egy fakanára fölragasztva egy Miki egér fej, kifestve, és azon van egy kis pöttyes tarisznya. És ő talpig gyönyörű széki népviseletbe ballagott az óvodából. És hordta a vállán büszkén a Miki egér fejet. Hát ez az óvónéni, ez nem, nincs szeme. Nem látja azt, hogy ehhez a kultúrához, ehhez a viselethez, ehhez a hagyományhoz, ami ott teljesen hétköznapi valóság jelen van még mindig, nem lehet Miki egér fejet tenni. Én Miki egérfejet speciál a második kerületbe, vagy a harmadik kerületbe se tennék, de ha akar, akkor inkább ott tegye. Mondom, hogy ott se, de ha már muszáj, nem lehet, ezt a pirulát be kell vennünk, akkor mit tudom én, Budapest belváros. De Széken semmi esetre se. A műveltségünk, a népi kultúránk, az egy annyira eleven, annyira élő dolog, és annyira folyamatos, hogy azt a mai ember, aki arra nem emlékezik, hogy mi volt tegnap előtt, vagy mi volt két hete, ha most megnéznénk egy két héttel ezelőtti, vagy egy három hónappal ezelőtti, vagy egy évvel ezelőtti tévéhíradót, teljesen mindegy, ugyanazt megnézhetjük ma is. Volt néhány földrengés, valószínűleg probléma volt az olajjal, fölrobbantottak valamit, és mit tudom én, lemondott, vagy puccsolt. Szóval ennyi a lehetőség, értjük? Cserélik egymást az arcok, az egyik az patkányra hasonlít, a másik meg mit tudom én, másik patkányra, a harmadik meg macira, tehát mindegyik hasonlít valamire, Miska kancsóra, ki mire, és akkor az még a szebbik. És akkor nem történik semmi, ez nem változás. Mikor az ember meghallgat egy 80 évvel ezelőtti felvételt, amit Balla Péter felvételeket hallgattam a Lükő 90 éves kötetéből. Hát földbe gyökereztem, mert ugyanazok a hangok, ugyanazok a hangsúlyok ott vannak a most készült, múlt héten készült, két hete készült fölvételeimen. Tehát Lükő, Balla Péter, vagy Bartók és Kodály ugyanazt az élményt élhette át, amit most átélhetünk, itt Ipolyság mellett 5 kilométerre, ha keresünk egy öregasszonyt. Értjük? De ma reggel hallottam egyet úgy beszélni, hogy azt mondtam, hogy ezt most ebben a pillanatban föl kéne venni. Itt. És valószínűleg Manga János ugyanilyen beszédeket hallott. Mert ez a kultúra, ez folyamatos. A miénk hogy ismétli egymást, mint a majom. Utánozza önmagát.
ez a kultúra hogy ismétli egymást? Hadd mondjak egy jó példát, friss példát. Szent László király, gyimesi példát, Szent László király elment a verekedésbe. Hát talán hosszúra sikerült a verekedés, hát 30 esztendeig verekedett. És mikor hazajő, bénéz az ablakon, és hát látja, hogy a felesége két ifjú embervel társalog. Hát abba a helybe elővette srétes puskáját Szent László király, lő B. De hát azt mondja neki a lova, amikor teszi B a patronyt a puskájába, állj meg Szent László. Hát ne lőj be, hanem az esteli haragodat tedd el reggelre. És a reggelit tedd el estére. A Szent László király meggondolta, kihúzta a patronyokat, visszadugta a díszűjébe, becsukta a puskát. Mély ment a szomszédba, és kért szállást. A szomszédban meg azt mondták, hogy isteni a szállás. Még vacsorát is adtak neki. És akkor ott beszélgetett a szomszédval, és megtudta azt, hogy a szomszédba, már ahol ő lakik, ott nagy ünnep lesz, mert hónap lesz, a Szent László király lakik, az elment verekedni a dusmányokval, az ellenségekvel. És ott nagy nap lesz, mert mikor Szent László elment, akkor nem tudta volt, hogy a felesége áldott állapotban maradott. Szült két fiút, és azok mind a ketten elvégezték Gyulafehérváron a teológiát, értik-e? És azokat most szentelődtek papnak. És hónap lesz az új miséjük, a primiciájuk itt a templomba, és hát örvend az édesanyjuk, mert apjuk nem volt szegényeknek, mert az oda volt a verekedésben, Isten tudja, mert meghalt. De most már itt lesz a két papfiú, mindjárt első misés lesz. És akkor megtudta Szent László király, ez nem a szeretőivel helytelenkedett ott az asszony, hanem a fiaival. És helyját akkor reggel ment, és megcsókolt őket, és együtt mentek a templomba. Na hát miért fontos ez a történet számunkra? Mert ez nem egy történelmi múltról szóló előadás. Szent László király itt, és most van közöttünk. Szent László király ebben a történetben a szomszédunk. Folyamatosan szemben áll ez a fajta gondolkodásmód azzal, amiről az előbb beszéltem, hogyha fölvesszük a saját népviseletünket, ha emlékezni merünk a saját kultúránkra, akkor az rekonstrukció. Ilyen nincs. Legfeljebb eljátszhatjuk, legfeljebb úgy tehetünk, mintha, de ilyen nincs. Nekünk ilyenünk nincsen. Ezzel szemben a gyimesiek azt mondják, hogy nem, mert Szent László király a szomszédunk. Itt van a szomszédban, meg lehet vele kezet fogni, lehet vele beszélgetni. Miben gyökerezik ez, milyen látásmódban gyökerezik? Hadd idézzek egy szülőfalumban is lejegyzett mesét ezzel kapcsolatban. Ott ilyet emlegettek még gyerekkoromban az öregek, hogy volt két legény, akik nagyon szerették egymást, mert mátkások voltak. És akkor azok megfogadták egymásnak, hogy meghívják egymást az egymás lakodalmába, csak közben jött egy nagy baj, az egyik legény meghalt, és eltemették. Na, amikor volt a másik legénynek a lakodalma, akkor kiment a temetőbe, azt mondta a sírkörösznek, hogy édeskomám, hónap lesz a lakodalmam, keddön, gyere el. Hát mit ad Isten, éppen ülnek le az asztalhoz, megjelenik ám a koma, aki meghalt vagy 5 éve. Eléggé mögijedtek, de hát odaütették az asztalhon, mögkínálták, jó, öttek egy jót. Azt mondja egyszer ez, mikor alig húzták el a vacsoranótát, hogy te azt mondja, én mögyök, most már nekem dolgom van. Na, azt mondja, kikísérlek. Na, gyere el, azt mondja, a temetőbe kísér ki oda, mondja a vőlegénynek. Hát kikísérte a temetőbe, hát ahogy kiérnek oda a temetőbe, csak egyszerűen mögnyílik a sír, azt egy nagy szép lépcső visz lefele. Azt mondja, gyere, ígyünk meg egy pohár bort. Jó van, azt mondja, lement oda, volt egy nagy asztal, ott mögittek egy pohár bort, hát mikor főgyűn, azt mondja, mi a fene, egy nagy sok betonsír van itt. Hát a temető telelőtt betonnal. Na nem baj, azt mondja, sietök, mert hát éppen csak a pohár bort, azt mondja, mindjárt kezdődik a mennyasszony tánc. Hát szalad oda, ahol a lakodalom volt, hát egy borzasztó nagy épület van ott. Hát kérdi, ott egy ember volt, hogy na hát azt mondja, ember, hát mondd már meg, azt mondja, most mentem, hon van a lakodalom. Azt mondja, volt itt valami pajta azelőtt, de lebontották, most ide tötték, azt mondja, ez művelődési ház.
Jaj. Azt mondja, az hol lakik ez meg, az kérdezi, hogy hol laknak a szülei. Jaj, azt mondja, hát azt én nem tudom. De azt mondja, menjön be, mert ott van az öregök napközi otthona, kérdezzem meg, ott vannak olyan öregök, akik megmondják. Hát elment, ha hiszik, hanem 70 év telt el. Pedig csak egy pohár bort ittak. Miről szól ez a történet? Arról szól, hogy a mi világunk időben elképzelt, fölfogható, időben értékelhető világ, és ez a fajta időrend, ami a mi világunkra abszolút jellemző, egy másik fajta rendben, a szentek rendjében értelmezhetetlen. A szentség ideje, a szakralitás ideje, a földi világon túli világ ideje az egészen más. Ez a szegény vőlegény átlépett ezen a pallón, átlépett ezen a lépcsőn, és már is eltelt 60 év, megkapta a mennyasszonyát 86 éves korába. Veszélyes dolog. Tehát egy olyan belső logikája, belső időrendje van ennek, ami teljesen idegen a kronológikus időtől. A kronológikus időt ismerjük, megkezdődik, halad, telik, és akkor egyszer majd vége lesz. Ez a fajta időrend, ez sokkal inkább spirálnak képzelhető el, ami spirál még önmagán belül a kisévi vonatkozásban is szépen fölsorakozik spirális alakba. Ilyen módon természetes az, hogy Szent László királyunk szomszédunk. Ilyen módon ível át az a hatalmas idő, amelyben Márton szép Ilona kiteljesíti az égi szüzek seregét, hallottuk a Luca néni énekében. Ez a fajta idő az, amivel természetesen bánik az a Berta néni, aki a halálos ágyán viccelődik. Mert számára most az, hogy meghal, az egyáltalán nem a véget jelenti. Mondta is. Egyszer azt mondja, ülök az ágya mellett most, és azt mondja, hogy állj meg fiam, azt mondja, kapcsold be. Mint a kazettafont. Kapcsold be. Oda dugom az orra alá, és azt mondja, hogy én már csak egyet mondok, hogy az én teremtő jó Istenem erőst hamar hívjon haza. Azt mondja, lecsaphatod. Ez egy mondatot mondott, ennyit mondott. Ha hiszik, hanem itt a kazetta, ha lenne időm, még arra nem volt időm, hogy kipakoljam, tehát itt a kazetta, elő lehetne keresni. Berta néni összes bölcsességét. Róla még egy mondatot ehhez a kérdéskörhöz. Berta néni 1981-ben vett egy szép zöld műanyag borítású füzetet, 2,75 baniért, és azt a füzetet, 240 oldal, az teleírta. Az elsőtől az utolsóig teleírta. És ha jóisten segít, ezt megjelentetjük, ezt a könyvecskét. Megbízott vele bennünket, Bakai Péter evangélikus tiszteletest és engem, hogyha módunkban áll, adjuk ki. Sajnos legalább 8-10 füzetet elvittek tőle, amit már 6-7 éve nem látott ilyen füzeteit. Kimerem jelenteni, hogy némely Kossuth díjas írónk sírva könyörögne gondolatért Berta néninek. Pedig Berta néni mindössze másfél évet töltött iskolapadban, másfél tanévet töltött iskolapadban. És ugyanúgy ír, ahogy az a Gyergyó Ditrói asszony, aki írta a könyvét, biztos találkoztak vele, a Kriterion kiadó adtak, hogy pontot veszőt nem ismerek. Berta néni egybe írta a 140 oldalt. Bakai Péter barátom volt az, aki begépelte számítógépbe, központozta, ellátta veszővel és ponttal. Elment Berta nénihez, és átkiabálva a sükettség falát, mondatról mondatra egyeztette vele a szöveget. Hogy így gondolta-e Berta néni. És Berta néni, mikor végre meghalott, akkor így. Nem vagyok benne biztos, hogy mindent hallott belőle, de így. Át is olvasta Berta néni a szöveget, egyébként most romlott az állapota, tehát még ebben tényleg aktívan részt tudott venni. De gondoljanak bele, olyan tájleírások, a természetnek olyan fölismerései, olyan
olyan hihetetlen történetek vannak ebben a könyvben, amelyek egyszerűen fölfoghatatlanok a mai ember számára. Ma, amikor egy nyolcadikos diák gyakorlatilag írástudatlanul kerül ki az iskolapadból nagyon sok esetben. Próbáljanak meg mondjuk szakmunkásképzős középiskoláskorú fiatalokkal íratni valamit. Berta néni egy évet teljesen és egy fél évet járt, aztán kimentek Jávárdiba, és onnan messze volt, messze volt az iskola, nem ment többet, azt mondja, nem mentem többet arra felé. Ezzel lezárult az iskoláztatásának a kora. De verseket is írt, több mint 200 verset írt. Ezen kívül, és hát itt jönnek ezek a dolgok. Biztosan ismerik Kallós Zoltán híres nótafáját, a Újguzsajan mellett című könyvének az adatközlőjét, a Miklós Gyurkáné Szájka Róza nénit. Róza néni anyagából Kallós fölvette a világi énekeket, fölvette a balladákat, ebből lett egy nagy kötet. Most megjelent újabban Miklós Gyurkáné összes éneke, tehát az összes éneket kiadta Kallós Zoltán két CD-n, és sajnos nem kezdett hozzá a szentes énekek gyűjtéséhez se. Luca néni is azt mondta a halálos ágyán, Jászberényben a kórházban, azt mondta, hogy jaj fiaim, mit tudtam volna én még nektek énekelni? Mondom, 8 néprajzos gyűjtött tőle, és még mindig úgy érezte, hogy visz magával. És mondom, Szájka Rózának a szentes énekeihez hozzá se kezdett Kallós Zoltán. Kifogyhatatlan, hihetetlen gazdag tudása van, és mondjuk Luca néni tudott írást valamennyire, de például Szájka Róza néni egyáltalán nem tudott írni. Írástudatlan volt. Berta néni tud írni egybe mindent. És olyan írása van, hogy egyszerűen hihetetlen. Gyönyörű, megformált gyöngybetűk, az látszik az írásán, hogy egy belülről teljesen épp, egészséges ember, annak az írásképe nem megy el se fölfele, se lefele, a betűk egyenletesek, 100 oldalon keresztül teljesen egy milliméterre egyforma betűket ír. Látszik, olyan tojásokat írt, hogy mit tudom én, 7-10 milliméter szélesek rajta a vonalak, így írta a tojást. Szóval egy tojást megírt mennyi idő alatt, Péter? 3 perc alatt teleírta a tojást. Tehát úgy írta a tojást, hogy közben kedélyesen beszélgetett, nevetgélt, és közben írta a tojásokat, így cserélte a tojásokat, és írta. És ha valaki nekiáll elemezni a tojásainak a mondani valóját, a tojásra írt hímek jelentéstartalmát, akkor teleírhat vele egy kötetet. És mit csinál a néprajztudomány? Azt mondja, hogy most foglalkozunk a tojásírással, ez tárgyi kultúra, most foglalkozunk a vallás néprajzzal, ez, most foglalkozunk a pásztorkodással, az mezőgazdaság, szétdarabolja ezt az egészet. Pedig Berta néniből csak egy van, hála jó Istennek. Na most, és itt szeretnék most akkor a végén, ennek a résznek a végén kitérni egy nagyon fontos kérdésre, egy a tudomány történetéhez tartozó kérdésre. Lükő Gáborról bizonyosan hallottak, most is emlegettem. 1942-ben írt egy könyvet a Magyar Lélek Formái címmel. Én olvastam ezt a könyvet, és szentül meg voltam győződve róla, hogy Lükő Gábor valamikor régen meghalt. Ezt 85 őszén olvastam a könyvét, és teljesen úgy gondoltam, hogy Lükő Gábor meghalt. Hát 42-ben, mint ahogy Mikecs László se él, vagy sorolhatnám a neveket most, Huszka József. Egyszerre került a Debreceni Egyetem könyvtárában Huszka Turáni ornamentikája és Lükő első könyve a kezembe. Lükő első könyvét valami 32-33-ban publikálja, ugyanakkor, amikor Huszka. Csak akkor döbbentem meg, amikor Huszka első könyve, az 1869-ben megjelent könyve is a kezembe került. Úristen, hogy van ez? És akkor aztán utána jártam, hogy mikor született, mikor halt meg. Huszka nagyon ilyen badinyósi kort élt meg, Huszka József, és ebből vagy 50 éven keresztül, vagy 60 éven keresztül publikált. Na most, óriási megdöbbenés volt, amikor megtudtam azt, hogy Lükő Gábor él,
most már a címét is mondhatom. Aranyvirág sétány 7/3. Második emelet. Mentem ott a blokkok között, és mondom, Istenem, hova száműzte a világ a magyar lelket? Moldvába, Balusest végén van egy öreg asszony, aki tud vizet öntönteni, és tud magyarul ráolvasni az ónöntésre. És hát ez vén boszorkánynak tartják, nem veszik semmibe, egy szerencsétlen öreg asszony ott a falu szélén, és oda nem is lehet eljutni, gyalogolni kell, mert nagyon rossz az út. Hát oda kimentünk ez az öregasszonyhoz Balusesten lakik ez az öregasszony. Bargovánban nem mertünk megállni. Én, Péter megállt volna, de én nem mertem. Kimentünk ez az öregasszonyhoz. A mezőségen egy kicsi dombok között meghúzódó juhásztanyán még vannak magyar juhászok. És az aranyvirágsétel 7/3-ba, ezeken a helyeken van a magyar lélek. Vicsál papátiba, Billik Feri bácsinál. Szétszórva, de megvan. Lükő Gábor az a néprajzosunk, akinek életművének a fényében, és most itt teszek egy nagyon érdekes dolgot, Lükő szerintem bólintana rá, tévedésekkel és hibákkal teletűzdelt tudományosságának a fényében nem tovább kell folytatnunk a néprajzi vizsgálódást, hanem visszamenni oda, ahol elrontottuk, és újrakezdeni. És Lükőt 50 évig agyon hallgatták. És Lükőről nem lehetett tudni, hogy él. 48-ba űzik el Debrecenből, ahol megszűnik a Társas Lélektani Intézet. A Társas Lélektani Intézet igazgatóját, Karácsonyi Sándort nyugdíjazzák, 51-ben megvonják a nyugdíját, és Karácsony Sándor csöndben éhen hal. Nem kért senkitől semmit, éhen halt. Lükő Gábor tengeti az életét Gyulán, mint múzeum igazgató számüzetésben, küzd a bürokráciával, küzd az ottani viszonyokkal, próbál rendet teremteni egy káoszban, és óriási muzeológusi munkát végez. Közben rábízzák a Békés Csabai Múzeum igazgatását is. De hát jön 56, 56-ban óriási lehetőségei vannak, visszautazik Moldvába gyűjteni. Gondoljunk el, és most egyetlen egy kis vázlatot mondjak, hogy milyen ember Lükő Gábor. Lükő Gábor bárhol hallás után kottát ír. Úgy, ahogy mondjuk Bartók Béla, olyan színvonalon. Lükő Gábor bárhol, bármikor, bármit lerajzol. Művészi színvonalon. Lükő Gábor anyanyelvi szinten beszél románul. Professzora Dimitri Gusti. A világ legnagyobb szociológusa. Barátja és csoporttársa Henry Stahl. És ez a Lükő Gábor, ez vidéki múzeum igazgatóként bukdácsol. És tudják, hogy miért? Azért, mert 1936-ban Szegeden megismerkedik egy vele hasonlókorú fiatalemberrel, megismeri annak jellemét, és jó lükős módon odalép hozzá, és azt mondja neki, hogy Gyulám, te egy rakás szar vagy. Ez a kollega, ez Ortutai Gyula. És Lükő Gábor ezt a kis megjegyzését 36-ba teszi. És ettől kezdve például 56-ba alig kerüli el a börtönt. A Gyulai Hírlapban ír egy cikket, a forradalom bukása után jellemző Lükőre. Soha nem akkor ír, amikor ebből haszna lehetne, amikor bármi előnye származhatna, mindig akkor szólal meg, akkor biztos, hogy katasztrofális következményekkel jár, de amikor meg kell szólalni. November közepén jelenik meg ez a cikke, és a cikk lényege az, hogy most leverhettek bennünket, most kivégezhettek bennünket, de az, amiért harcolunk, az él. És élni is fog. És ti akármit csináltok, az élni fog. És tudják, hogy Lükő Gábor mit mondott a 90. születésnapján? Ott voltam. Magyarok Világszövetségének színház termében.
azok hódoltak előtte, akik 40 évig nem tudtak róla semmit. Azok köszöntötték és dicsérték a munkásságát. És Lükő fölállt, és azt mondta, hogy fiaim, engem felejtsetek el. Azt ne felejtsétek el, amit tanítottam nektek. És egyszerűen otthagyta az egész hókusz-pókuszt, kiment. Ez pontosan ugyanaz a logika, amiről Berta néni beszél, amit Hodorog Luca néni mond, amit Hosszú Fülöp bácsi mond. Nem fontos, hogy én ki vagyok. Ti, ha ez a heppetek, jegyezzétek meg, hogy én Hosszú Fülöp vagyok. Jegyezzétek meg, hogy én Hodorog Luca vagyok. Jegyezzétek meg, hogy én Szájka Róza vagyok. Írjátok föl, csináljátok vele, amit akartok. Az a fontos, amit képviselek, a magyar lélek általam, velem és bennem szólal meg. És ettől kezdve teljesen mindegy részletkérdés az, hogy én fizikailag vagyok-e vagy nem. Ha én ezt éltetem és továbbadom, akkor a magyar lélek tovább is fog szólni. Lükő egész életműve erről szól. Megpróbálja látni, és megpróbálja érteni azokat a tárgyakat, amik őt körülveszik. Halálos ágyán feküdt, egy barátja kitette elé egy jársági szűr rajzát, amit ő rajzolt le. Gábor bácsi nézte az intenzív osztályon, 92 éves korában, bement hozzá Péter, így ránézett és legyintett egyet, mennyit tudnék én erről még mesélni nektek? De nincs rá idő, ennyivel maradtatok. Pontosan ugyanazt mondja, mint Hodorog Luca. Pontosan ugyanazt mondja, mint Szájka Róza, mint a többiek. Tudnék még énekelni, de most ennyi futotta. Többi nem jutott eszembe. Nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy a kicsiben, a töredékesben benne van az egész. Ez a kultúránk lényege. Benne van az egész, és kibontható belőle a teljesség. Az, amit átadtam. És nem a személy a fontos, hanem az, ami megmarad belőle. Most pedig megint hallgassunk meg egy ilyen éneket. Jó volt, iszok fenyőfával tüzelek, fakó csacsim csárda előtt enyeleg. Bal oldalá félre fordult a nyereg. Hely, de nem jól nyergelt, te fel ez a rossz gyerek. Nem a karavezér üdüm legelni, részcsengőit, jaj, de búsa csengeti. Idegen szagot éríz a mezőbe, hátra nézek, jön két csendőr, sebessen. A két csendőr csak azt kérdi én tőlem, hogy hová való születés az én nevem. Bihar megye Kisokámba születtem, ottan nevelt édesanyám engemet. Fakó juhász a maradra csak gyorsan, mert kezed lábod vasba verem azonnal. Csendőr hadnagy, én a falkám nem hagyom, míg a gazdám a csárdából ki nem jön. Azt mondja, hogy csendőr hadnagy emeli a korbácsát, erről. Juhász legény kirántja a kampóját. Csendőr hadnagy, ne próbáljon megütni, Isten úgyse a nyerekből ütöm, kis arra néz. Azt mondja, amoda jön a gazdám, szamárhától, elkísérhetnek már a zsandárok. Isten veled, sejmes nyájam, elmegyek, már én többet pásztorotok. Nem leszek. Isten veled, sinór, ürüm, elmegyek. Vagy meghalok, vagy a babám, mi leszek. Ahhoz, hogy valaki egy kultúra része legyen, ahhoz nem kell úgy születni, hogy tudjon énekelni. Ez a néni, ez ma is él ott a falumba, és ő, neki borzasztó rossz hangja volt. Hallottuk is, hogy nem egy született énekes. Rengeteg éneket tudott. Dinasztiálisan juhász nemzetségből való,
Az ura 87-ben halt meg, az utolsó viseletes pásztor volt a falumban. Pityikés Lajbiba járt és Kunkalapba mindig, és az öregek azt mesélik róla, hogy nagyon szerette a szamara körmét kilakkozni. És amikor egyszer nagy, hatalmas derék ember volt nálam, egy jó fejjel magasabb és hasonló súlyú, és amikor ment haza este a kocsmából, szépen kilakkozott körmű szamáron, odaért egy sárhoz. Leszállt a szamáról, fölvette nyakába a szamarat, átvitte, letette és visszaült rá, hogy ne legyen sáros a szamár lába. Nem tudom, hány mázsa egy szamár, de nem biztos, hogy könnyű. És azt se tudom, hogy igaz-e, de széltébe hosszába mesélik az öregről. Tóth Jóskának hívták. Nagy tudású pásztorember volt. Hát mindez csak azért emlegetem föl, mert nagyon jól rávilágít arra a sajátosságára a népi kultúránknak, hogy mindig az adott körülmények között él ez a kultúra. Ma, ha valaki nem tud énekelni, meg sem mer szólalni. A Gyuliska néni le se lehetett lőni. És ömlöttek belőle az ilyen nóták. És most eszembe jut egy másik eset. Találtunk egy nagyon jó énekes asszonyt. Ha nagyon akarják, őt is meg lehetne hallgatni. Fantasztikus énekhangú néni mezőségen, Szent Mátéban, ahol nagyon keveset gyűjtöttek. És ottani járkálás során egyszer csak adódik egy asszony, volt neki 22 unokája, vagy van, most is van, talán él, Tatár Erzsi néninek hívják, és meghívattam Erzsi nénit a mezőségi fesztiválra, Szamosújvárra. És hát Erzsi néni szegény asszony életében ilyet nem látott, hogy személyautó ment értem el Szent Mátéba. Behozták, kapott egy szállodai szobát, aztán adtak neki enni. Fölment a színpadra, és hát rengeteg énekest hoztak be a szamosújváriak, környékbeli mezőségi falvakból, és kiosztották, hogy egy énekes 10 perc. Több nem lehet, így is 3 félidő volt. Erzsi néni fölmegy a színpadra, belekezd egy keserves balladába, elfújja, meghajol, elővesz egy víg balladát, elfújja, meghajol, meg az 5. veszi elő, akkor kezdtek aggódni, és az egyik lány, Póka Enikő fölment, hogy figyelmeztes, hogy jöjjön már le, már 30 perce énekel. Erzsi néni ránéz, azt mondja, fiam, menjél le te innen. Mennyi pénzt költöttetek rám, hogy idehoztatok? Hát én azt meg kell szolgáljam. És akkor még énekel. Na akkor, ha nem haragszanak, akkor hallgassuk meg Erzsi nénit is. Engem anyám úgy szeretett, engem anyám úgy szeretett, hogy bölcsőbe tetsz úgy rengeteg, ticelt adott, szelaltatott, ticet adott, szellaltatott, meg is idegedbe adott. Engem anyám megátkozott, engem anyám megátkozott, mikor a világra hozott, hogy a lábam meg ne jött, hogy a lábam meg ne álljon, mindig idegen földön járjon, idegen földön jártom van, idegen földön jártam van, jutott nekem a bánatban,
van ott van, nagyszülő van ott. Hívánat van ott, szűrű van ott. Szívem, jaj, de gyakran járom. Az én szívem úgy vigadik, az én szívem úgy vigadik, mind akinek háza elég. Az én szívem olyan vég, az én szívem olyan vég, mind akinek haza elég. Gondolom észrevették, hogy ez a néni, Erzsi néni se egy idegbeteg személyiség. Tehát aki ilyen tempóba képes énekelni, az nem ismeri a mai időfogalmakat. A három árva balladája az 38 perc. És mikor fölvettem tőle, először egy 60 perces kazettára, és akkor nem lett elég az egyik oldal, akkor fölvettük még egyszer, akkor egy 90 perces kazettára vettem, hogy egybe legyen, és amikor kész lett, akkor ilyen megnyugodtam, és azt mondja, hogy Imre, megvétettem, vegyük föl újra. és akkor mondtam neki, hogy Erzsi néni, köszönjük szépen, jó lesz így, most már többet nem. Hihetetlen időtlenség van benne. És ez a fajta időtlenség az, ami tulajdonképpen segít bennünket abban, hogy azt a lehetetlen helyzetet túléljük. Gondolják végig, hogy túlélte ez a nemzet Trianont. Most zenész barátaimat biztatom, hogy tarthatatlan az, hogy már született egy nagyon jó hangzóanyag a Rákóczi szabadságharcról. Nagyon sok jó CD jelent meg a 48-49-es szabadságharcról, és nincs egy hanglemez a Horthy kor zenei hagyományairól, népzenéjéről, Horthy alakja a magyar népzenében, pedig ő az utolsó alak, aki teljesen szervesül a magyar népzenében. Túléltük ezeket a hihetetlen és fölfoghatatlan dolgokat, amik velünk történtek, túléltük a kommunizmust. Én emlékszem rá, itt is valaki most mesélte nekem délután, talán Halász Péter, ha valaki, vagy Gál Péter, nem tudom, hogy valamelyik szlovák iskola előtt volt a 70-es, 80-as évek elején, és az anyukák mind úgy köszöntek el a gyerekektől a szlovák iskolába menő, induló gyerekek, kisfiam, jó legyél, magyarul. Én emlékszem rá, hogy a Gyimes Felsőloki román iskolából minden kijövő gyerek magyarul játszott. Tömegével voltak gyerekek ebben az országban, még csak 15-20 évvel ezelőtt is. És most ott tartunk, hogy szép lassan és csöndben kifogyunk. Tehát nem Trianon, nem a kommunizmus rostál meg bennünket igazán, hanem valami korság most az utóbbi 15 évben támadta meg a nemzetünk lelkét, és ezen kellene gondolkodnunk, és ebben segíthet nekünk a műveltségünk, a hitünk, a hagyományunk. Hit nélkül, műveltség nélkül, hagyomány nélkül nem megyünk semmire. Ez a nép, ez ezer esztendője keresztény, vagy több mint ezer éve. Úgy gondolom, úgy hiszem, hogy a magyarság egy része, vagy tömegei keresztények voltak már Szent István előtt is. Nem biztos, hogy a kereszténységnek éppen ezt az ágát tisztelték, vagy ebben a hitben voltak, de hogy keresztények voltak, nem fér hozzá kétség. Hadd hozzak egy példát, és befejezem, mert tudom, hogy mindenki ki akar menni szünetre, hogy most jelent meg egy élet munkájával Dávid Katalin művészettörténész egy tanulmányt készített, mondom, egy élet munkáját ölte bele ebbe az egy tanulmányba, a Nyugat-Dunántúl egyházközségeinek
nagyon korai leírásai a salzburgi érsekség sematizmusában megvannak. Ez a magyar honfoglalásnak nevezett művelet előtti időből. Tehát ott voltak, ha úgy tetszik, katolikus, de hát akkor ez még nem volt kérdés, tehát egy egyház volt, tehát római fönnhatóság alatt lévő plébánia templomok. A salzburgi sematizmusokban ezeknek a templomoknak a helye, leírása és titulusa föl van emlegetve. Ez Dávid Katalin számba vette, hogy a Magyarország területére mik esnek ezek közül. És nagyon érdekes, hogy a Szent Istváni sematizmusok már megint megvannak. És kimutatja Dávid Katalin, hogy ami megvolt a honfoglalás előtt, az ugyanott és ugyanazzal a titulussal megvan Szent István után is. Ezt publikálta egyébként a Vigilia című folyóirat 2 évvel ezelőtti egyik számában. Tehát gondoljuk végig, itt eltelik 200-nál több esztendő, és ugyanazok a templomok ugyanott vannak, ugyanolyan titulussal. Ha itt valami óriási törés van, ha pogányok szétverik a templomokat, eltelik 200 év, az emléke is elenyészik. Ennek egyetlen egy föloldása lehet, a lakosság hitében és etnikai összetételében folyamatos. Még egyszer mondom, hitében is. Más magyarázat erre nincsen. Elvesztettük például a moldvai csángókat, egy részét, az északi csángókat, akikről ez a könyv szól, elveszítettük. 100 000 moldvai csángóból ma 15 000 beszélhet magyarul, ezek közül, tehát északi csángókról beszélek, és ezek is mind 80 évesek. Így veszítjük el minden nemzetrészünket, ha úgy viselkedünk közösségként, önmagunkkal, nemzetrészeinkkel, mint ahogy viselkedtünk a moldvai csángókkal. És hogy is van ez, engedjék meg, hogy idézzem ebből a kötetből. Rubinyi Mózesnek írt egy levelet egy csángó ember, Martinás Antal, szabófalvi csángó, tehát abból a közegből való, amiről azt mertem állítani, hogy elveszítettük őket. Amit csánt és vallott az olá a lovával, úgy csántak és vallottak a magyarok is, a magyarföldi magyarok, a módovai csángó magyarokval. Mert amikor, inkább fejből mondom, mert csángó írással van, és nem értjük. Mert amikor a lova megéhezett, akkor nem vetett neki egy nyalábszénát, hogy egyék, hanem meghosszabbítta a kötelét. És amikor gondolta, hogy na immár jó van a ló, akkor az éhen döglött. Éppen a magyarföldi magyarok is úgy tettek a moldvai magyar vesztett öcséikvel, a magyar csángókval. Hanem még rosszabban, mint csánt vala az olá a lovával. Mert az olá mindcsak erezgette a lovának a darab kötelét. Bocsánat, de ezt teljesen nem bírom olvasni. Tehát éppen a magyarföldi magyarok is úgy tettek a moldvai testvéreikkel, a magyar csángókkal, hanem rosszabbul, amint tett és vallott az olá a lovával, mert az olá mindcsak megnyújtotta a lovának a darab kötelét és étette, tehát a magyarföldi magyarok csak igen nagyon gyéren látták testvéreiket, mert 1000 esztendő alatt vagy 15-ször jelent meg közöttük vagy egy magyar. És azok is látták, hogy a csángók beestek a tengerbe. De semmi mértéket se adjanak segítséget, hogy kiszaladjanak a halálból. Látták, hogy fel vannak akasztva, de egy sem akarta, hogy elvágja az akasztókötlet, hogy leakassza. Látták, hogy a csángókon ég a tűz, de egy sem vett egy bögre vizet, hogy leöntse, és elolcsa a tüzet. Látták a nagy öccsök, hogy kisöcséjük elveszőben vannak az erdőbe, de egy sem hozta ki a napfényre őket az erdőből. Látták, hogy közel van, hogy megegyék őket a vadfarkasok, és egy sem restelte meg magát, hogy rikolcson a farkasra, ne egyétek meg a csángókat. Elhagyták az Isten számjára, az idő történetire, úgyhogy ha lesz részük, kiszakadnak a csángók a tengerből, az akasztófáról, a tűzről, az erdőből, a farkas szájából is,
Ha nem lesz részük, ott vesznek el az átkozott csángók, mintha nemes lettek lenne magyarok. Hát azt hiszem, hogy ez 102 évvel ezelőtt írta Mártonos Antal csángó gazda Rubinyi Mózes, ez 102 évvel ezelőtt. Domokos Pál Péter meg 70 évvel ezelőtt írta le azt, hogy a moldvai csángóság sorsa az értelmiség nélküli, a jövő nélküli, a perspektíva nélküli lét, a székelységnek szánt jövendő. Most annyit tehetünk ehhez hozzá, 70 év alatt annyi változott, hogy ez a fajta csángó sors nem csupán a székelységnek, hanem az összmagyarságnak szánt jövendő. Most még talán tudunk tenni, de ez a bármiféle cselekvésünk, ez csak egy egészséges, végiggondolt nemzeti stratégiából, ez csak egy egészséges, végiggondolt és rendbetett nemzeti lelkiségből, hitből táplálkozhat. Mert ha mi újra és újra egymást megosztó zavaros eszmék rabságába kerülünk, akkor nemhogy erősödnénk, hanem egyre inkább szétforgácsolódnak az erőink, és azok az erők, amik ezzel a mi érdekeinkkel szembehatnak, teljesen uralmuk alá vonnak bennünket.